Eldobott zacskók, palackok, ruhák tengere. Ez a látvány fogadja azokat, akik Szeged felől érkeznek a felüljáróról. Sajnos a városban nem csak itt találunk illegális szeméthalmokat, azonban talán ez az egyik leglátványosabb. Szeberényi Gyula Tamás, a városrész önkormányzati képviselője elmondta, természetesen tudnak a problémáról, azonban megoldani már nem olyan egyszerű. A probléma, amiért nem tudjuk olyan egyszerűen megoldani, az, hogy ez egy magántulajdonban van, egy ingatlan befektető tulajdonában, amit több mint 10 évvel ezelőtt vásárolt, abból a cél, hogy egy áruházat építsen, de a gazdasági válság miatt, tudomásunk szerint a válság miatt ettől a tervétől elállt, és azóta ő is próbál valamit kezdeni ezzel az ingatlannal. A hivatal már felszólította a tulajdonost, hogy takarítsa ki, vagy kerítse körbe az ingatlant. Tehát már elindult egy hivatalos eljárás. Nyilván a tulajdonossal fölveszünk a kapcsolatot, és próbáljuk rávenni, hogy takarítsa ki a területét. Illetve az önkormányzat is kamerarendszer telepítésével próbálja elriasztani a szemetelőket, de hangsúlyozom, attól még ezek máshol meg fognak jelenni sajnos. Amíg nem változnak meg ez a hozzáállás, addig ezekkel a problémákkal nagyon nehéz küzdködni. A szemétlerakásnak ez a formája nem csak a városképet teszi tönkre, de sok esetben veszélyes hulladékkal szennyezi a közterületeket. Kovács Gyula, BV alezredes, parancsnok helyettes elmondta, Bács-Kiskun megyei büntetés-végrehajtási intézet is szeretne segíteni a hulladék eltakarításában. Már szerintem a harmadik teszett akció, amiben mi is részt veszünk a Kecskeméti Bács-Kiskun megyei büntetés-végrehajtási intézet. Mindig változó helyszínen. Az idén a praktikák körforgalmát néztük ki magunknak, mint igen-igen szemetes környék. Vasárnap délelőtt 28 elítélt fog segíteni a szemétszedésben, akik önkéntesen vállalták a munkát.